Sziasztok! Köszöntelek titeket! Újra itt a Giga Virág Szerencsi csatornámon. Alex vagyok, a videók készítője. Csatornámon legfőképpen sorsírkaparásokat, illetve teljes kaparásokat láthattok. Gyertek, kaparjunk együtt sorsjegyeket, és éljük át a szerencse pillanatát. És most következzen a sorsjegyek lekaparása. Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsi csatornáról. A mai videóban folytatom a kiskarácsony teljes pakkaparást a következő négy sorsjegy lekaparásával. 43-tól 46-ig fogom lekaparni. Tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit rejt a következő négy sorsjegy. És akkor most kezdjük is el a következő négy sorsjegy lekaparását a kiskarácsony teljes pakkunkból 43-tól 46-ig. És ennek a 0-43-ast fogom lekaparni. Nézzük, hogy milyen nyereményt tartogat számunkra. Nézzük, hogy az első játékon lesz az ünnepi számoknál nagyobb szám. A mi számunk a 29-es. És az ünnepi szám a 29-es, a mi számunk pedig a 27-es. Nem sikerült nagyobbat találnunk. Nézzük a második sort, ahol a 26-osnál kell nagyobbat találni. A mi számunk pedig a 22-es, nem sikerült nagyobbat találnunk. Nézzük a harmadik sort, ahol a 22-esnél kell nagyobbat találni. A mi számunk pedig a 21-es, nem sikerült sajnos. Nézzük a negyedik sort, ugye a 30-asnál nincs nagyobb szám. A mi számunk pedig a 29-es. Nézzük az utolsó előtti sort. A 25-ösnél kell nagyobbat találni. És 28. Nyerő a sorsjegy. Rögtön nyerő sorsjeggyel kezdünk az utolsó előtti részben. Nézzük, hogy mennyi a nyeremény. Ez egy 1000 forintos sorsjegy. És 5000 forint! Szuper! Szuper! Már is pluszos a videó. Szuper! Nézzük, hogy lesz-e még hozzá. Keressünk nagyobbat a hatodik sorban. A 20-asnál kell nagyobbat találni. Nézzük. De sajnos 16-ost adott. De ideig 5000 forint van a sorsjegyen. Nézzük, hogy lesz-e még hozzá. Keressünk három szám összegéből 24-et. Fix 2000 forintért. Van egy 14-es. Egy 3-as, az 17, akkor egy 7-es. De 8-as adott, az 25, az sok, nem lett 24-ünk. Akkor most nézzük a harmadik játékot, hogy kijön egy sor hiánytalanul, vagy üresen marad egy sorunk. Nézzük. Kezdünk egy koszorúval, az itt van az 50.000-es sorban. A következő az egy magyar. Itt van az 50.000-es sorban, szintén. A következő az egy kesztyű, az itt van az 5.000-es sorban. A következő az egy pulyka, itt van az 50.000-es sorban. A következő az egy nyalóka, itt van a 7.000-es sorban. A következő az egy harang, itt van a 3000-es sorban. A következő az egy pezsgő, az itt van a 10.000-es sorban. És már most a jobb oldali nyeremények nem lettnek a miénk, hiszen belekaportunk minden sorba. A következő az egy masni, itt van az 5000-es sorban. Már most egy fenyővel nyerhetünk is. Nézzük, hogy bejön-e, még van két esélyünk. A következő az egy hóember, itt van az 50.000-es sorban, és akkor nézzük, hogy fenyő vagy ajándék fog jönni. Nézzük. De sajnos díszt adott, nem jött ki egyetlen sorunk sem. De ezzel a sorsjeggyel 5000 forintot nyertünk, méghozzá a legelső játékon, az 5. sorról. Itt a 25-ösre kiadta a 28-ast. És akkor most nézzük meg, hogy milyen betűk tartoznak az 5000-es nyereményhez. Szuper! Ez az egy sorsjegy már is elintézte a pluszos videót.
Az A betűk tartoznak az 5000 forintos nyereményhez. Itt az egyik. Jól elrejtették a betűket. Na, hová bújt az a betű, a második. Nézzük tovább. És ott a második a betű. Szuper! Most nézzük a 044-est, hát ha ezen is sikerül valami szépet nyerni. Nézzük, hogy lesz az ünnepi számoknál nagyobb szám. Az első sorban ugye a 30-asnál nincs nagyobb, a mi számunk pedig egy 29-es, nem sikerült nagyobbat találni. Nézzük a második sort, ahol a 21-esnél kell nagyobbat találni. A mi számunk pedig a 16-os, nem volt nagyobb. Nézzük a harmadik sorunkat, ahol a 23-asnál kell nagyobbat találni. A mi számunk pedig a 19-es, nem sikerült sajnos. Nézzük a negyedik sort, ahol a 18-asnál kell nagyobbat találni. Na hát ez a lehető legkisebb szám, amit adhatott az ünnepi számokhoz. Nézzük a mi számunkat. A mi számunk pedig a 17-es, nem sikerült sajnos leelőznünk. Nézzük az ötödik sort, ahol a 29-esnél kell nagyobbat találni, a mi számunk pedig a 24-es, nem volt nagyobb. Nézzük a hatodik sort, ahol a 28-asnál kell nagyobbat találni, a mi számunk pedig a 23-as, nem volt nagyobb sajnos. Nézzük a második játékot, hogy lesz a három szám összegéből 24 fix 2000 forintért. Kezdünk egy 4-essel. Egy 8-assal, az 12, akkor egy 12-es. De sajnos 14-est adott, az sok, nem lett 24-ünk. Akkor most nézzük a harmadik játékot, hogy kijön egy sorunk, vagy üresen marad egy sorunk. Kezdünk egy hógömbbel. Itt van a 7000-es sorban. A következő az egy fenyő, az itt van az 5000-es sorban. A következő az egy magyar, az itt van az 50000-es sorban. A következő az egy pulyka, az itt van az 50000-es sorban szintén. A következő az egy hóember, itt van az 50000-es sorban, szépen gyűlnek a szimbólumok. A következő az egy koszorú, itt van az 50000-es sorban, nagyon megindult, oda már csak kettő szimbólum kell, egy házikó, illetve egy korcsolya. Nézzük tovább. A következő az egy ajándék, itt van a 3000-es sorban. A következő az egy szánkó, az itt van a 10000-es sorban. Már most a jobb oldali összeg nem lehet a miénk, hiszen mindegyik sorba belekapartunk. A következő az egy sapka, itt van a 10000-es sorban. Nézzük az utolsót, az pedig egy házikó, itt van az 50000-es sorban, de sajnos nem jött ki ismételten egy sor sem. A betűink pedig egy N betű. Nézzük tovább, hol bujkálnak a betűk.
És egy B betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk utolsó előtti sorsjét, a 045-öst. Hát, ha ezen is sikerül valami szépet nyerni. Keressünk nagyobb számot az ünnepi számoknál, az első játékon. A 28-asnál kell nagyobbat találni. A mi számunk pedig a 27-es, nem volt nagyobb. Nézzük a második sorunkat, ahol a 27-esnél kell nagyobbat találni. A mi számunk pedig a 23-as, nem sikerült leelőznünk. Nézzük a harmadik sort, ahol a 22-esnél kell nagyobbat találni. A mi számunk pedig a 19-es, nem sikerült nagyobbat találni. Nézzük a negyedik sort, ahol a 20-asnál kell nagyobbat találni. Na hát ez nem lehetetlen. A mi számunk pedig a 16-os, nem volt nagyobb. Nézzük az utolsó előtti sort. Ugye a 30-asnál nincs nagyobb szám. A mi számunk pedig egy 25-ös. Nézzük az utolsó sort, ahol a 25-ösnél kell nagyobbat találni. A mi számunk pedig egy 24-es, nem volt nagyobb sajnos. Nézzük a második játékot, hogy lesz-e 24-ünk, három szám összegéből, fix 2000 forintért, van egy 6-os, egy 4-es az 10, akkor egy 14. De sajnos 13-ast adott, az csak 23, nem lett 24-ünk. Akkor most nézzük a harmadik játékot, hogy kijön egy sorunk, vagy üresen marad egy sorunk. Nézzük, kezdünk egy díszsel. Az itt van a 7000-es sorban. A következő az egy korcsolya. Itt van az 50000-es sorban. Nagyon jó lenne, hogyha kijönne az a sor. A következő az egy magyar. Itt van az 50000-es sorban. A következő az egy nyalóka. Az itt van a 7000-es sorban. A következő az egy hóember, szintén itt van az 50000-es sorban. A következő az egy ajándék, itt van a 3000-es sorban. A következő az egy házikó, itt van az 50000-es sorban. És oda már most csak kettő szimbólum hiányzik, és még van hátra három szimbólumunk. Illetve, hogyha itt a második sorunk, vagy a negyedik sorunk üresen marad, akkor pedig a jobb oldalon lévő összeget nyerjük. Nézzük, hogy melyik fog bejönni. A következő az egy szánkó. Itt van a 10000-es sorban. A következő az egy sapka. Itt van a 10000-es sorban. Akkor most nézzük, hogy vagy harangot, vagy ide ne adjon egyik szimbólumot sem, és akkor 2000 forintot nyerünk, vagy hogyha ide beadja a harangot, akkor pedig 3000 forintot. Nézzük. És pesgőt adott, vagyis ezzel a sorsjeggyel 2000 forintot nyertünk, szuper, és itt a második sorban egyetlen szimbólumban sem kapartunk bele. Nézzük, hogy milyen betűk tartoznak a 2000-es nyereményhez. Szuper pluszos videó. A dupla V-k tartoznak a 2000-es nyereményhez. Itt az egyik. Megtartozott ez a kis karácsony teljes pakka. Már az első fele az csak éppen hogy csak adogatott, a második fele pedig brillírozik a paknak. Hát ez nagyon, nagyon jó érzés, hogy tudok nektek ilyen szép nyereményeket mutatni egy pakkaparás során. És itt a második dupla V a 2000-es nyereményhez. Szuper! Akkor most nézzük a mai videónk utolsó sorsjét, a 046-osat. Hát ez is nyerő lesz, és akkor szuper pluszos videót tudok nektek mutatni a kis karácsony teljes pakkunk kaparásánál. A 25-ösnél kell nagyobbat találni az első sorban. A mi számunk pedig a 24-es, nem volt nagyobb. Nézzük a második sorunkat, ahol a 19-esnél kell nagyobbat találni, a mi számunk pedig a 16-os, nem volt nagyobb. Nézzük a harmadik sort, ahol a 21-esnél kell nagyobbat találni, a mi számunk pedig a 18-os, nem sikerült nagyobbat találnunk. Nézzük a negyedik sort, ahol a 27-esnél kell nagyobbat találni, a mi számunk pedig a 26-os, nem sikerült túlszárnyalni. Nézzük az ötödik sort,
ahol a 24-esnél kell nagyobbot találni. És 29! Minden sorsjegyünk nyerő! Szuper! Nézzük, hogy mennyit rejt az ötödik sor. Ez egy 1000 forintos sorsjegy. És még 2000! Szuper! Nézzük, hogy a hatodik sorban találunk-e nagyobbot. A 26-osnál kell nagyobbot találni. A mi számunk pedig egy 23-os. De ideig 2000 forint van a sorsjegyem. Nézzük, hogy lesz-e még hozzá. A második játékon 24-et kell találni három szám összegéből. Fix 2000 forintért. Van egy 8-as. 8-as, az 16. Meg 7, az 23, az sajnos kevés, nem lett 24-ünk. Akkor most nézzük a harmadik játékot, hogy kijön egy sorunk hiánytalanul, vagy üresen marad egy sorunk, de már ideig szuper pluszos a videó. Nézzük a szimbólumokat. Kezdünk egy fenyővel. Itt van az 5000-es sorban. A következő az egy magyar. Itt van az 50000-es sorban. Nézzük a következőt, az egy koszorú. Itt van az 50000-es sorban. A következő az egy szarvas. Itt van a 10000-es sorban. A következő az egy gyertya. Itt van a 10000-es sorban. A következő az egy pezsgő. Szintén itt van a 10000-es sorban. Nagyon durva. Nézzük tovább. A következő az egy ajándék. Itt van a 3000-es sorban. A következő az egy dísz. Itt van a 7000-es sorban. A következő az egy hóember. Itt van az 50000-es sorban. És az utolsó pedig egy szánkó. Itt van a 10000-es sorban, de sajnos nem jött ki egyetlen sorunk sem. De ezzel a sorsjeggyel 2000 forintot nyertünk. És a 2000-eshez a dupla V-k tartoznak. Szuper! Itt az egyik dupla V. Nézzük tovább. Jól elrejtették a betűket. És ott a második dupla V. Szuper! Tehát összegezve a mai videót, újabb 4 darabot kapottam le a kis karácsony teljes pakkunkból, 43-tól 46-ig, és abból egy nem nyerő sorsjegy született, illetve 3 darab nyerő. A 3 darab nyerő pedig 2 darab 2000 forintos nyereményt adott, illetve egy 5000 forintos nyeremény született, vagyis így összességében 9000 forintot sikerült nyernünk 4000 forintból, vagyis így 5000 forint plusszal zártuk a kiskarácsony pakkaparás utolsó előtti részét. Hát ez nagyon-nagyon szuper, a második fele a paknak mesésen sikerült, hát reméljük, hogy még a maradék 4 sorsjegyben sikerül valami szép nagy nyereményt találnunk. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy nem maradjatok le a kiskarácsony teljes pak fináléról, illetve kövessétek a YouTube csatornánkat, hogy elsőként értesülhessetek a legfrissebb videóinkról. Én Alex voltam, a Giga Virág Szerencsi csatornáról. Találkozunk egy újabb videóban. Minden kedves nézőnknek sok szerencsét és szép nyereményeket kívánunk a karácsonyi sorsjegyeken. Sziasztok!